Milyen gyakran vásárolsz új laptopot, vagy tévét? Neked is úgy tűnik, hogy a cipők, amiket veszel, egyre silányabb minőségűek? A farmerek és pólók egyre kevesebb évet bírnak ki, mielőtt kiukadnak vagy kikopnak? Az autók is, mintha egyre gyakrabban romlanának el. De nem is kell, hogy elromoljon valami. Vettél már új telefont azért, mert a régit lehetetlenné vált használni? Vagy mert valami kiment a divatból? Ez a jelenség a tervezett elavulás. Mint hallottunk már róla, a nagy cégeket rendszeresen vádolják meg vele, miközben sokak szerint nem is létezik. De mi az igazság? A tervezett elavulás egy globális összeesküvés, amivel meglopnak minket fogyasztókat? Vagy valóban csak egy mítosz, és egészen más áll a dolog hátterében? A válasz talán meg fog lepni. Az utóbbi évtizedekben a termékélet ciklusok jelentősen lerövidültek, senki sem hordja a ruháit és használja a háztartási gépeit 30-40 éven át. Örülünk, ha egy mosógép 10 évet kibír, és nem is csak maga a minőség a probléma. Olyan gyorsan jönnek be új funkciók, új technológiák, hogy nem ritkán azért vásárolunk valamiből újat, mert az annyival jobb és több mindent tud. A régi porszívódnak semmi baja, csak az új a falon tölti magát és fel tud mosni, miközben sokkal könnyebb és csak fele olyan hangos. A tervezett elavulás akkor is tetten érhető, amikor valami tényleg elromlik, és a szervizben közlik velünk, nem éri meg megcsinálni. Az alkatrész majdnem ugyanannyi, mint venni egy vadi újat. Vannak viszont érvek az ellen, hogy ez valóban tervezett elavulás lenne. Mi van, ha mindezt csak beképzeljük? Sokak szerint a tervezett elavulás egy kapitalizmus ellenes mese. Közgazdasági értelemben nagyon is jól levezethető, hogy egy adott iparágban, ha valaki gyengébb minőségű termékeket kínál, az pénzt veszít, nem pedig nyer. Racionális fogyasztókat feltételezve, ha valami gyakran elromlik, akkor kisebb belső értéket rendelünk hozzá, ha pedig a silány minőség köztudottá válik, a cég rövid távon elkezd vásárlókat veszíteni, hosszú távon pedig nincs miért fennmaradnia. Ha csak egyetlen versenytársa is van a piacon, és az egy kicsivel jobb minőséget nyújt, igazából csődbe is megy. A közgazdasági modellekben a cégeknek ráadásul megéri magasabb áron eladni a jobb minőségű termékeket, mert piacot nyernek, bizalmat nyernek, és a bevételük is több lesz. A cégnek megéri, hogy nem kell annyi embert fizetni a javítások miatt, a vásárlóknak pedig megéri a magasabb ár, hogy ne kelljen javítatni. Összességében minden abba az irányba mutat, hogy érdemes egy cégnek nem játszani a minőséggel és az elavulással. Csak hát a fogyasztók nem racionálisak. A piacokon elég ritkán van teljesen szabad verseny. Mi van, ha pár nagy szereplő megbeszéli egymással az elavulást, és így mind együtt nyernek, nincs aki jobb minőséget adjon és kiszorítsa a többieket a piacról? Az elmélet kritikusai szerint ez sem egy reális szenárió. A kartellesedés után meg kellene oldaniuk, hogy senki más se tudjon piacra lépni, ráadásul meg kellene bízniuk egymásban, bárki, aki elárulja a csoportot, csődbe vinné minden versenytársát. Ráadásul megvalósíthatatlan lenne a gyakorlatban, hogy cégek százai vagy ezrei, multik, nagy, közepes és kis cégek mind részt vegyenek a fogyasztók elleni összeesküvésben. A tervezett elavulás ellenzői szerint mindez, amit érzékelünk, a folyamatos javítás és fejlesztés eredménye, nem szándékosan gyengített minőségről van szó. Nincs tervezett része az elavulásnak. A technológia fejlődési üteme felgyorsult, amit sokan negatívan élnek meg. Mikor a villanykörte megszületett és csomó új találmány jött létre, még akár évtizedek teltek el, mire valami forradalmian megújult. Manapság, ha egy elektronikai eszköz gyártója 2-3 évig nem innovál és nem fejleszt új modelleket, nagy eséllyel csődbe megy. És nem is muszáj az iPhone-ra gondolni, lehet ez egy random fejhallgató is. Jelenleg az AI átír mindent, amire egy eszköz képes lehet, és amibe 2 éve nem tettek elég számítási kapacitást, az most azonnal elavultá válik, hiszen már a legkisebb eszközök is mesterséges intelligenciát futtatnak a háttérben. Kérdés, hogy ez valóban tervezett elavulásnak nevezhető-e? A szoftver frissítés nem feltétlen szándékosan lassítja a régi telefont, lehet, hogy az tényleg régi és nem bírja az új funkciókat. Szintén a tervezett elavulás ellen hozott példa az autóipar. 5 évtizeddel ezelőtt a legtöbb autó 150 ezer kilométert sem ért el valami súlyos lerobbanás és hiba nélkül. Teljesen megszokott volt, hogy 10-15 ezer kilométerenként az autó csak úgy megáll és ott maradt áll az út szélén. Manapság egyáltalán nem ritka, hogy az autók rendszeresen karbantartva és pár dolgot lecserélve ugyan, de 400 ezer kilométert is elmennek komoly motorhiba nélkül. Ha lenne autóipari kartell a minőség lerontására, nem javultak volna ennyit az autók, arról nem is beszélve, hogy a gyártók között is nagy eltérések vannak, és bizonyos márkák büszkék a saját tartóságukra. Így a kartellesedés nem hangzik túl logikusnak, de mégis létezik. Mindezek ellenére, amit most elmondtam, és hogy mennyire nem életszerű a tervezett elavulás, ez a jelenség valódi, pedig én sem hittem benne. Ahhoz, hogy be tudjam ezt bizonyítani, menjünk vissza a 19. századba.
1761-ben Ebenezer Kinnersley felfedezte, hogy ha áramot vezet egy vezetékbe, azt annyira fel lehet forrósítani, hogy izzani kezd és fényt áraszt. Ezzel majdnem 80 évig el voltak a feltalálók, mert a magas hő miatt minden anyag vagy nagyon gyorsan elolvadt, vagy kigyulladt, sajnos semmi sem volt tartós. 1840-ben Warren de la Rue rájött, hogy ezen sokat segít, ha vákumcsőbe teszi a platinum vezetéket, és akkor az oxigén nem égeti el szinte azonnal. Ennek elkészítési költsége még túl magas volt, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni, így mindenki azon dolgozott, hogy ezt is továbbfejlesszék, és jobb anyagot vagy akár közeget találjanak az izzószálnak. Jött a karbonszálas megoldás, és 1879-ben Thomas Edison izzója már 14 órán át működött. Tucatjával születtek újabbnál újabb megoldások, az izzók élettartama pedig nőtt és nőtt. A század végére az átlagos izzó több száz órán át égett, az 1920-as évekre pedig már 2000, a legjobb termékek a piacon akár 2500 órát is bírtak. Majd a fejlődés hirtelen megállt, és itt jön a durva rész. 1924-ben Genfben összeültek a világ legnagyobb gyártói. A titkos megbeszélésen részt vett a Philips, a General Electric, a Tokyo Electric, a német Osram és a brit Associated Electric vezetősége is. Ők lettek a Phoibos kartell, a görög fényisten Apollo egy másik neve után. Ekkorra rengeteg kis villanykörte gyártó helyét felváltotta ez a pár óriás, és egyetlen közös ellenségük volt a túl sokáig égő villanykörték. Az Osram 1923-ban 63 millió izzót adott el, a következő évben csak 28 milliót. A villanykörték élettartama elkezdte rontani az értékesítést, az akkori gazdasági helyzetben pedig nem tudtak árat emelni, hogy ezzel oldják meg a problémát. Túl gyorsan nőtt az élettartam, amit nem tudtak az árakkal lekövetni, így hát megállapodtak, hogy direkt rosszabb izzókat fognak gyártani. Átlagosan 1000 órát határoztak meg, kvázi félbevágták az akkori minőséget. De miért tartották be a megállapodást, amikor az lett volna mindenki egyéni érdeke, hogy átverje a többieket és elvegye a piacukat? Jó kérdés, de itt a kartellek lényege. Kevés nagy szereplő, könnyű közös ellenőrzés. Véletlen mintákat gyűjtöttek be egymás gyáraiból, és tesztelték, hogy mindenki betartja-e az összeesküvést. Ha valakinek az izzója túl jó lett és jelentősen többet bírt, mint a megbeszéltek, annak büntetést kellett fizetnie. A titkos találkozó, a tesztelések és az egymásra kiszabott büntetések később mind napvilágot láttak, szóval ezt nem én találom ki. A Phoibos kartell megszületése utáni években az izzók élettartama szépen csökkenni kezdett. Nem azonnal vitték le 1000 órára, hanem szép lassan, hogy ne legyen feltűnő. 10 évvel később már csak 1250 óra volt az átlag, miközben az eladások száma a másfélszeresére nőtt. Emellett persze a gyengébb anyag használattal a bolti árakon nem változtattak, így a profituk még ennél is nagyobb arányban nőtt. Kifelé azt kommunikálták, hogy az izzók hatékonyságát és energiafogyasztását tartják szem előtt, ami egyébként részben igaz is volt, tényleg energiahatékonyabb izzók születtek így, csak hát a motiváció a nap végén a pénz volt. A kartell megállapodás szerint 1955-ig tűzték ki a közös együttműködést, de végül a 30-as években feloszlottak. Új nagy piaci szereplők nehezítették a helyzetüket, a tagok nem mindig voltak együttműködők, de végül a világháború káosza vetett véget mindennek. A kartell eltűnt, de a gyakorlat megszületett. A tervezett elavulás a nagyvállalati playbook részévé válhatott. Ide tartozik minden olyan a termék elavulását vagy lecserélését ösztönző lépés, aminek fő célja a profit szerzés. Ez fontos. Az autógyártásban szintén 1924 óta van ez jelen, és a General Motors találta ki elsőként, hogy az évenkénti új modellek kihozásával pörgessék az eladásokat. Szóval az autóknál pont nem a minőségben érhető tetten a tervezett elavulás, hanem a folyamatos modellfrissítésekben. Van, hogy az új verzió tényleg jobbá válik, új funkciókkal, jobb motorral és mérnöki megoldásokkal, de azért az elmúlt 100 évben rengeteg olyan autó jelent meg, amiken épp csak valami kozmetikai ráncfelvarrás történt, nulla valódi fejlesztéssel. Inkább ez a fajta tervezett elavulás érhető tetten a tévéknél, okostelefonoknál és egyéb elektronikai eszközöknél is. A szoftver frissítések nem sorolható teljes mértékben ide, ugyanis a ténylegesen az egyre jobb funkciókat nem mindig bírja az öregedő hardware. De legyünk őszinték, sok olyan modellváltás történik, ami nem hoz valódi fejlődést, és a még több és több számítási kapacitást is azért fizetjük meg, mert tudjuk, hogy a telefon elkezd amúgy lassulni. A nap végén ezek az elavulások nem választhatók szét tökéletesen, és ezt a gyártók is pontosan tudják. A 21. századra ez a fajta tervezett elavulás és a termékéletciklusok csökkenése minden iparág részévé vált. És még a valódi nagy kartellesedés sem biztos, hogy kell hozzá, mert hozzászoktak a fogyasztók. Mi jut azonnal eszedbe ilyenkor? Hát persze, hogy az iPhone-ok. Az Apple régóta van a világ célkeresztjében, ha tervezett elavulásról van szó. Több telefongyártó cég is beismerte már, hogy 2-3 éves ciklusokban terveznek, mert így lehet valódi új termékeket kidobni, ennek ellenére a legtöbben minden egyes évben frissítik a modelljüket.
Ha szigorúan nézzük, hiába váltanak számot minden évben, a legtöbb új modell csak jobb processzorral és esetleg jobb kamerával érkezik, nincs valódi újdonság azon túl, hogy új telefont akarnak piacra dobni. Másfajta probléma volt még az AccuGate botrány, amikor éveken át azzal vádolták az Apple-t, hogy szándékosan rontja le szoftver frissítésekkel a régebbi telefonok teljesítményét és meríti jobban az aksiukat. Ebben a mai napig nem született egyértelmű döntés, a gyártó állítja, hogy mindezzel csak a telefonokat akarják óvni. De tovább menve a ruhaipar is remek példa, ahol a fast fashion átvette az uralmat forgalomban és bevételben is. Viszont érdekesség, hogy itt nem a minőségcsökkentés volt a tervezett elavulás alapja, hanem ez már a következmény. A fast fashion modell lényege, hogy folyamatosan új kollekciókkal és alacsony árakkal ösztönzik a társadalmat a ruháik lecserélésére. Amúgy az IKEA ugyanez, nincs szükséged rá, hogy 2 évente újra dekoráld az egész lakásod. Na de a lényeg, hogy a költségek alacsonyan tartása miatt és a még gyorsabb gyártás miatt silányul a ruhák minősége. Egy póló, ami 15 éve még évekig jó volt, mondjuk a H&M-ből, ma 1 év után elkezd tönkre menni a mosásban. De ha már példák, meglepő lehet, de a tankönyvkiadók is bűnösek a tervezett elavulásban. Számos országban vádolták már meg a tankönyvkiadó, gyakran állami kötődésű cégeket, hogy a tervezett elavulás miatt hajtanak végre apró változtatásokat. Olyan új kiadások jönnek ki, amikben alig van valami változás, mégis gátolják ezzel a régi tankönyvek adásvételét vagy újrafelhasználását, és a szülőknek mindig muszáj megvásárolni az új kiadást. A tervezett elavulásnak alapvetően 4 formáját különböztetik meg. Az első a rendszer szintű, amikor például egy régi verziónak megszűnik a támogatása, és már nem fejlesztenek rá új szoftvereket. Ilyen az is, amikor egy új szoftververzió mondjuk nem kezel egy régi típusú fájlt, és muszáj frissítened miatta. De ilyen az is, amikor lecserélnek egy csatlakozót, és a régi kiegészítőid mind mennek a kukába. Van jogi elavulás is, amikor törvényi változás vagy új szabvány von ki valamit a forgalomból. Ide vehetjük például azt, amikor a dízelautókat kitiltják egy nagyvárosból, és a helyieknek muszáj más meghajtás után nézni. Létezik még naptári elavulás is. Ez az, amikor előre meghatározzák egy adott termék meddig lesz használható. Ez volt a villanykörték példája, de jelenleg ez már nem akkora divat. Létezik még, például amikor nem lehet aksit cserélni egy termékben, az elektromos fogkefék tipikusan ilyenek, viszont a fő helyet átvette a 4. mód. Ez uralkodik jelenleg a fogyasztói társadalmakban, az érzékelt vagy vélt elavulás. A tervezett elavulás leggyakoribb módja valójában csak marketing, és mi magunk tesszük a termékeinket elavultá, vagyis érezzük őket annak. Gyakorlatilag az adott termékednek nincs semmi baja, tökéletesen működik, de elavultnak érzed. Az új szebb, jobb, vízálló, főz, sütés könyvet ír helyetted, te pedig nem tudod megállni, hogy ne cseréld le a régit. Ebben is van tudatosság a gyártók részéről, nem is csak az új verzió piacra dobásával, hanem akár funkciók szándékos visszatartásával. Lehet már 2 éve is tudtak volna, mit tudom én, karcálló anyagot használni, csak akkor túl sok újdonság lett volna egyszerre. Inkább okosan sakkoznak a jellemzőkkel, hogy mindig épp elég újdonságot tudjon az új modell. Mindezek után említsük meg, hogy a tervezett elavulás nem minden esetben rossz dolog. A világ nem fekete-fehér, egyrészt az értékesítés folyamatos növelése viszi előre a gazdaságot, a cégek növekedésével értékteremtés történik, ami a nap végén az egész társadalmunkat viszi előre. De még fontosabb előny a folyamatos fejlesztés. A rövid életciklus valahol rossz és egyéni szinten a pénztárcák ellensége, valahol viszont a technológiai fejlődésünk motorja. Rengetegen dolgoznak folyamatosan a fejlesztéseken, mert mint mondtam, mára az új modellek kiadása lett a tervezett elavulás alapja. Az új funkciók és mérnöki megoldások pedig idővel mindenkihez eljutnak, az olcsóbb modellek is megkapják azt, amit most csak a legfrissebb modell tud. Jó példa az autóipar, ahol idővel alapfelszereltség lesz az egykor hihetetlen, új, drága luxus extrából. A tervezett elavulás legfőbb problémája viszont nem az, hogy megkárosít minket, vásárlókat. A globális gazdasági növekedést látva nem is biztos, hogy olyan sokat veszítünk az új dolgok vásárlásával. Lehet a kapitalizmust elítélni vagy szeretni, a fogyasztói társadalmat köpködni, amúgy jogosan, de mindez eltörpül a szennyezés mellett, amit okoz. A tartós fogyasztási cikkek folyamatos lecserélésével felfoghatatlan mennyiségű szemét keletkezik. Csak az EU-ban évente 2,5 milliárd tonna. Rendkívül nagy szennyező az elektronika, de még nagyobb a ruhaipar, a játékipar és a bútoripar. Az elektronikai hulladékunk, még ha nem is a legnagyobb mennyiség, az egyik legrosszabbul újrahasznosítható és nehezen adható el használtan. Míg bútorból vagy ruhákból a divat és az ízlésünk viszel új irányba, azok mások számára még használhatók maradnak. Elektronikai eszközöknél már jóval ritkább ez, főleg ha már gyenge az aku, a régi modell pedig nem futtatja a legfrissebb szoftvereket, vagy már nincs is rá támogatás. 2030-ra úgy becsülik 75 millió tonna lesz a globális elektronikai hulladék mennyisége, és további probléma itt az alapanyag hiány és az erőforrás szükséglet.
Hihetetlenül sok energiát és pénzt pazarlunk csak azért, hogy pár év után minden egy szemét telepen vagy az óceánban kössön ki, lebomlás közben akár mérgező anyagokat kiengedve magából. És hogy tehetsz-e bármit ez ellen? A tervezett elavulás túl mélyen beleívódott a cégek működésébe, de mindig vannak új szereplők, akik szeretnének jobbak lenni. A nap végén csak a mi tudatosságunk fog változtatni a vállalatok stratégiáján. Ha mi vásárlók elkezdünk odafigyelni, kitől és mit veszünk, nem hagyjuk folyamatosan megvezetni magunkat, talán javíthatunk a helyzeten. Léteznek cégek, akik a körkörös gazdaság szellemében próbálnak gyártani, sokan direkt a használt termékeket promotálják, vagy épp arra építik fel magukat, hogy a termékük strapabíróbb, mint bármilyen nagy cégé. A tervezett elavulás sok terméktípusnál így kihagyható, ha figyelünk rá. Persze végül csak az oldaná meg, ha nem akarnánk mindig, mindenből, minden évben újat venni. Ha érdekel, milyen pszichológiai trükkökkel vesznek rá a nagyvállalatok a vásárlásra és a még több költésre, kattints tovább az erről szóló videónkra. Örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük a támogatást minden csatornatagnak!